iskolában, amikor behozták az ilyen az intergalaktikáblázat, vagy tulajdonképpen indult egy ilyen nagy lendület, hogy gyerünk oda le. De igazából nekem inkább az ellenézéseim születtek meg ezzel kapcsolatban, hogy mit csinálják 28 gyerekkel, ahol van egy tábla, és mindenki az interaktív táblához szeretne kijutni, és több lett a kár, mint a hasznagodatnak. Úgyhogy most már nem lehetem a képű PowerPoint-os bemutatóknál, és egy nagyon rövid dolgot szeretném csak bemutatni, amit előttől egy órán használtam föl magunkfoglalás. Történelmi mondákat dolgozom föl, és egy korszakot zártunk be. Pénteken voltunk a Nemzeti Múzeumban egy kisztoriás játszóházon, István királyi törvény napját ültük, és előtte szeretnék volna összefoglalni a honfoglalás korát, nagyon röviden, honfoglalás. Közelebb szemlegelő, azt az igen, köszönöm szépen. És az is így lett engem, hogy a gyerekeknek szeretném bemutatni azt, hogy ha már mindenki osztán leszünk, hogy akkor őket szeretnék tőlük bizonyos témába várni. Tehát a kettő dolog jött össze, hogy hogy lehet az interaktív, virtuális osztályban, hogyan lehet majd a gyerekeknek dolgozni. Képeket szerettem volna előzőleg tőlük küldeni, csak sürgetett az idő, hogy olyan képeket azzal kapcsolatos, hogy hol helyezkedett el, hol történt a honfoglalás, hogyan az zajlott, végképpen hogyan jelenítették meg. Ehhez a szöveghez kaptak ők, hogy ne táblán dolgozzanak, a csoportban csoportban dolgoztak, a csoportnak volt egy feladatlapja, ahol röviden összeszedték a történetet, és egy vázlatot készítettek a többieknek, és ennek a képek alapján számoltak belőle. A magyarok bejöveteléről szintén volt egy csoport, aki azzal foglalkozott, hogy hogyan, hát hogyan támadták meg a környező országokat a magyarok. Ehhez kapcsolódott egy videó, csak először a képeket szeretném megmutatni, hogy élményszerűvé váljon az, hogy hogyan történt. A gyújtelépítéssel kapcsolatban volt egy szövegük, ahhoz kapcsolódik egy videó, a rackaikról, hogy milyen állatokat tartottak, és akkor a kalandozások koráról. Az utolsó oldalon volt az, hogy melyek azok a videók, amelyek ezzel a témához kapcsolódtak, és ezeket az óra végén, amikor a gyerekek beszámoltak az adott témákról, akkor néztük meg. Nem igazán új volt, amit én hoztam nektek, inkább csak az, hogy ezeket hogyan lehet alkalmazni, olyan formában is, hogy a gyerek dolgozik, megcsinálták a nagy lakásszerű vázlataikat kirakták, majd a képek alapján, amikor ezt kiletítettem a gyerekeknek, akkor adták elő az ő témájukat, és ehhez kaptak egy zenei aláfestést is, illetve videókat ezekkel kapcsolatban.